Napokon belül itt a húsvét, amihez hozzátartoznak az incsiklandozó édességek. A mai videómat a répatorta ihlette, de nem egy klasszikus verziót mutatok nektek, hanem egy egészséges, cukormentes és villámgyorsan elkészíthető energiagulyó változatot. Üdvözöllek benneteket ismét, ha pedig most találkozunk először, akkor szia, én Melinda vagyok, és ezen a csatornán nagyon sok gyorsan és könnyen elkészíthető receptet és a mindennapokhoz hasznos videót találsz. A répatorta nálunk nagyon népszerű húsvétkor is mindig készítek belőle, úgyhogy itt a csatornámon, illetve a blogomon is találtok többféle verziót, majd beteszem a linkeket a leírásba, de most egy egészséges verziót mutatok nektek méghozzá energiaformátumban. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy nektek van-e valamilyen ikonikus húsvéti desszert, aminélkül nincsen nálatok húsvét, hogyha van ilyen, akkor ezt kommentbe írjátok meg nekem. Az energiagolyó nagyon jó desszert alternatívák, hogyha csak egy-két falat édességre vágyunk, és ezt szeretnénk minél egészségesebben, minél tudatosabban megvalósítani. De egyébként a gyerkőcnek 10 óraira is be lehet nyugodtan tenni az uzsonnás dobozába, én is gyakran csomagolom ezt a fiamnak. Egyébként erre már mutattam nektek 3 különböző verziót a korábbi videó. Majd beteszem azt a linket, és ezután a videó után nézzétek meg azt is, hogyha érdekelnek benneteket az energiagolyó verziók. De ugorjunk egyet vissza, hogy mi is az az energiagolyó. Az energiagolyók tulajdonképpen asszal gyümölcsből, illetve magvakból álló keverékek, amiket összetúrmixolunk, és egyszerűen gyurmázunk belőle valamilyen golyót. Ugye ez az alap, és ezt lehet ízlésünknek, szezonalitásnak megfelelően ízesíteni különböző fűszerekkel, vagy akár hozzá lehet adni, mint ugye jelen esetben friss répát. Is. Azonban arra vigyázni kell, hogy a neve is mutatja, hogy nagyon magas az energiatartalma, tehát tényleg naponta 2-3 energiagolyónál nem érdemes többet enni, hiába egészséges, azért ezzel is kell vigyázni. Akkor lássuk is sorba, hogy milyen alapanyagok kerülnek bele a mai energiagolyóba. Ugye a répatortában is van reszelt répa, így természetesen nem marad ki az energiagolyó változatból sem a répa. Én egy nagyobb répát választottam, úgyhogy ezt fogom majd szépen letúrmixolni. Ugye ebbe az is jó, hogyha mondjuk a gyerkőcötök nem szereti a répát, nem eszi meg szívesen se nyersen, se főtt formátumban, akkor akár ugye a répatortába, akár egy ilyen energiagolyóba el lehet rejteni, és így tudunk abba is neki segíteni, hogy a nyers répát bevigye a szervezetébe valamilyen úton, módon. A második alapanyagunk az a dió lesz, ugye klasszikusan ez is megtalálható a répatorta alapjába, de bármilyen magot használhatok, hogy éppen nincsen kéznél dió, nyugodtan lehet mogyorót, mandulát, kesút is használni. A lényeg, hogy valamilyen olajos magvat tegyetek bele. Már előkészítettem a répatorta klasszikus fűszerkeverékeit, ugye ami a fahéj, a szerecsendió, illetve a szegfűbors, de emellett én most egy narancsnak a héját is bele fogom reszelni, ettől még frissebb, még zamatosabb lesz az egész energiagolyó. Egy opcionális alapanyag a mazsola, van, aki szereti, van, aki nem, mi nagyon szeretjük a mazsolát, én ezt is fogok beletenni, de ez tényleg rajtatok múlik, ki lehet bőle nyugodtan hagyni. Én most beáztattam már a mazsolát, mert én nagyon száraznak találtam azt, amit itthon találtam, de hogyha jó puha mazsolátok, akkor ezt a lépést kihagyhatjátok, mehet bele majd közvetlenül a mazsola az aprítóba. Az egész masszát a datolya fogja összetartani, hogy szükségünk lesz magozott asszal datoljára. Itt is érdemes olyat választani, olyat keresni, ami egy kicsit puhább. Egyébként az előző videóm alatt is sokan kérdeztétek, hogy az asszalt datóját ki lehet-e valami mással váltani. Akár asszalt fügét is használhatod, de asszalt szilva is jó bele. Az a lényeg, hogy egy kicsit ragacsos kell, hogy legyen az az alapanyag, ami össze fogja fogni az egész energiagolyót, de akár asszalt szilvát, akár asszalt fügét választotok, az is nagyon fontos, hogy puha legyen, szaftos legyen, különben szét fog esni az energiagolyó, nem fog egybe maradni. Én még pluszba fogok hozzátenni chia gélt. Itt chia magot áztattam be vízbe, ez szépen megzselésedett, ez is abba fog nekünk segíteni, azon túl, hogy értékes rostokat tartalmaz, hogy maga az egész massza kellemesen összeálljon. És nincs is más hátra, mint elő kell venni a késes aprítót, és már mehetnek is bele az alapanyagok. A feldarabolt répát egy késes aprító segítségével finomra darálom. A reszelt répát félreteszem, és mehet az aprítóba a dió, a kókuszreszelék és a zappehely, és ezeket is finomra darálom. Hozzáadom a datóját, a csiagét, a fahéjat, szegfűborsot, szerecsendiót, egy csipet sót. Reszelek hozzá narancshéjat, és összemixelem annyira, hogy ragadóssá váljon a massza. Most jöhet bele vissza a reszelt répa, a mazsola, egy utolsót még keverek rajta, és készen is vagyunk az alappal.
A masszával a tenyerem között golyókat formázok, és meghempergetem fahéjas dióforgácsban. Amikor készen vagyunk vele, ilyenkor érdemes legalább egy fél órára a hűtőbe tenni, hogy egy kicsit összeálljanak a golyók, összeérjenek az ízek, de akár ugye előző nap is el lehet készíteni. Hűtőben körülbelül egy 3-4 napig lehet tárolni, de nagyon jól fogyaszthatóak ezek az energiagolyók is, tehát akár 3 hónapig a mély hűtőbe tárolhatjátok őket. Körülbelül legyen 1 óra alatt kiolvad, hogy így be lehet osztani egy nagyobb adagot is, el tudjuk magunk elől zárni, hogy mondjuk ne egy ültőhelyünkbe fogyasszuk el az összes energiagolyót, mert hogy annyira finom lett. Hogyha elkészítitek és feltöltitek a képet Instagramra, akkor majd jelöljetek meg rajta, mint Smartablog, mert nagyon kíváncsi vagyok mindig, hogy mit alkottatok. Ha pedig még több energiagolyó receptre vagytok kíváncsiak, akkor kattintsatok a felső lejátszási listára, ha pedig húsvéti ötletek jönnének jól, akkor az alsó videóra kattintsatok. Köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, találkozunk hamarosan, sziasztok!